Itt ez a gravírozó, ami nem más, mint a Creality Falcon 2. No. Ez volt már. Nos igen, valóban volt már, mivel akkor a 22 wattos gépet próbáltam ki, ez viszont most a 40 wattos modullal szerelt. És igazából ennyiben is tér el a két gép egymástól. Szóval ezúttal inkább tokkal vonóval együtt kértem a gépet, hogy megnézhessük a tartozékait is. De akkor most lássuk, hogy mit tud a Creality Falcon 2 egy 40 wattos lézermodullal. A dobozban minden teljesen ugyanolyan, mint a 22 wattos esetében, kivéve a tápegységet és ugyebár a lézermodult, ami kétségtelenül eddig a legnagyobb modul, amit markoltam. A váz teljesen összeszerelt állapotban érkezik, csak a lábait kell felcsavarni rá, melyhez több furatot is találunk. A lézermodul a helyére csusszan és két csavar rögzíti. Ebbe csatlakozik a légbefúvás csöve, a lézer csatlakozója pedig a vázon a megfelelő helyre. Ez esetben is van kulcsos biztonsági zár és pánikgomb. De mivel az utolsó csavari ugyanaz a váz, nincs értelme ragoznom. Beröppentve éled a gép, és indul a hajszárító. De szerencsére ez esetben is, ha nem használjuk a gépet, a ventilátor is kikapcsol. A lézermodulon ez esetben is indikátorledeket találunk, melyek a levegő, a tűzjelző és a lencse tisztaság őrszemei. Kapunk a csomagban egy alumínium alátétlemezt is, de ez esetben van, ami jobb ennél, a külön megvásárolható méhsejtrácsos vágó alátét, mely alátéthez jár még egy alu alátét is, melynél fontos és dicsérendő, hogy nem acél, hiszen az acél hőhatására könnyedén hullámossá válik. Sőt, ez a gép már át is vágná, no de erről majd később. Ez a teljesítmény viszont már nem tréfa tárgya, így mindenképpen szükséges használni a mellékelt védőszemüveget. A kis alkatrészes dobozkában ezúttal is kapunk egy USB-A-USB-C átalakítót, mivel a gépen USB-C található, de itt egy kártyaolvasó is, benne egy SD kártya, használati utasításokkal és tesztfájlokkal. Le is futtatok egy ilyen tesztfájlt. Van lehetőség kártyáról gravírozni, de ez esetben csak azaz egy G-kód fájl lehet az SD kártyán. A magasságállításhoz ezúttal is egy három lépcsős eszköz kapunk, mely balzafához lett kalibrálva, de minden egyébhez is jó. Közben észrevettem, hogy a modul eléggé fittyenős, de egy görgőállítás után már is rendben ment. A kártyáról gravírozáshoz a kicsit sem túl gondolt kezelőfelületről elindíthatjuk a körberajzolást, melyet folyamatosan végez. Közben pedig milliméterenként léptethetjük arrébb a pozíciót. A légbefúvás mértékét a baloldali potméterről lőhetjük be, majd indulhat a gravírozás. Ami azt hiszem el fog tartani egy ideig, szóval inkább ugorjunk. Miután végzett a gravírozással, mivel az is része a G-kódnak, ki is vágja. Ami pedig a végeredményt illeti, a gravírozás elfogadható, és hát majdnem ki is vágta. Mint később rájöttem, ez az én hibám volt, mivel precíz módban használtam, normál helyett. Közben pedig elkezdtem színskálával kísérletezni kartonon, több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebbel. Mellesleg az említett módok lényege, hogy alapvetően normál módban használjuk, ekkor 40 watt teljesítménnyel átvágt tulajdonképpen bármit is. De mivel egy dióda még mindig csak nagyjából 5 vagy 5,5 watt lehet, így már 8 darabot használnak belőle, ezeket pedig méretükből adódóan akkora távolságban helyezték el, hogy egyszerűen képtelenség lenne megfelelően fókuszálni őket egyetlen pontban, így a végeredmény csak egy 15 század milliméteres pötty. Így erős, de kissé pontatlanabb a dolog. Viszont ha 0,1x0,1 mm-es pontra vágyunk, akkor váltunk precíz módra. Ekkor véleményem szerint csak egy része üzemel a lézerdiódáknak, így pedig a gyártó szerint a 22 wattos modul beállításaival tökéletesen használhatjuk. És mozaikot vágva vele, valóban látszik egy kis különbség a pontosságban. Az erő demonstrálásához előbb precíz módban, majd ugyanazokkal a paraméterekkel viszont normál módban gravíroztam egy csempére. És szerintem szemmel látható a teljesítménybeli eltérés, a pontosságát tekintve viszont szerintem nincs eltérés. Ugyanezt rétegelt lemezen is kipróbáltam, a felső kép precíz, az alsó normál módban készült, ugyanazokkal a paraméterekkel, melyek egyébként a 22 wattos modulhoz illenek, így nem meglepő, hogy 40 watt esetén kissé pörköltebb lett a végeredmény. Mint minden gravírozó esetén, ha vágunk, itt is keletkezik füst. De erre is van megoldás, egy borítás a gravírozónkhoz. Ha állítottunk már össze valaha olcsó sátrat, akkor ennek építése sem lesz újdonság. Üvegszálas rudak, műanyag közdarabokkal. Ebből készül a keret.
melyet ha éppen nem használunk, egy fóliával prima palántanevelő is lehet, de nekünk most erre kell ráfeszegetni az úszópályanaszagú borítást, mely eléggé passzentos és tépőzáras fülekkel rögzíthetjük a vázhoz. Kapunk hozzá egy ventilátort, egy csőcsatlakozót és nagyjából másfél méter légtechnikai csövet, melyet jobb és bal oldalra is fel tudunk szerelni. A borítás jelentős méretű, fényvédős, de átlátszó műanyag ajtaját cipzárral nyithatjuk és zárhatjuk, belülről pedig egy vélhetőleg tűzálló fényes borítást kapott. Az eszköz vezetékeinek két oldalt hagytak egy-egy nyílást, így könnyedén kivezethetjük. A gép használata továbbra sem változott, csak annyiban tér el, hogy kissé nehezebb hozzáférni, de amikor vágni kezdünk, becsukjuk az ajtót, és amellett, hogy egy kicsit csendesebb lesz a gép, nagyjából 90%-ban füstmentesen tudunk dolgozni, és még szemüveg sem kell, hiszen az ártósugarak bent maradnak. Közben rétegátlemezt vágtam precíz módban, természetesen légbefúvással. Miután végzett, célszerű még várni kicsit, hogy minden füstöt kiszippancson. És kedves Creality, a legmélyebb tisztelettel elmész ám te a... Mivel alapból teljesen mély van, nem kicsit hozza a frászt az emberre, amikor félretolva a végállás kapcsolót ér, és hirtelen életre kell. De ami a vágást illeti, tökéletes lett. Nem füstös, nem kormos, ennek pont ilyennek kell lennie. És az összeállításnál a pontosság is látszik, hiszen tökéletesen illeszkednek az alkatrészek. A végeredmény pedig szerintem nagyszerű lett. Rétegelt lemezből kivágtam precíz módban egy logót, melyet berakásként szeretnék használni, de ehhez kell olyasmi, amiben bele tudom rakni. Így normál módban kigravíroztam ugyanezt egy darab vörös fenyőből, és mivel a gyártó azt állítja, hogy 20 mm-t átvisz fában, gondoltam ki is vágom. És itt van igazán haszna az elszívásnak, mert annyi füst keletkezik, mint ősszel, ha diófalevelet éget a szomszéd. És hát majdnem elvágta, de mentségére szóljon, hogy nem állítottam alacsonyabbra a modult. Viszont pár csippentés után már ki is jön, és igazából majdnem sikerült neki, de ami a valódi lényege volt, a rétegelt lemez pontosan illeszkedik a helyére. Nézzünk hát valami más fadarabot. És itt jönnek elő a burkolat hátrányai, hogy bizony van oldala. De átlósan azért pont befért. Magasságállítás után ráengedtem maxon, hadd vágja. És az alul villódzó fény azt mutatja, hogy ez biza viszi, mint forró kés a vajat. És valóban átvitte. Bár a túloldal nem éppen a legszebb. Neki láttam hát tesztelgetni, és igaz, hogy simán viszi, de valahogy a túloldal sehogyan sem lett az igazi. Közben a lencse piszkosságára panaszkodik, amit igazából nem tudom miből állapít meg, de megtörölgettem a mellékelt kendővel. Jó pár teszt után sikerült megfelelően kivágnom egy kockát fenyőfából. Így gondoltam ideje valami nagyobbat készíteni. Arra jutottam, hogy egy körben majdnem teljesen átvágva, kisebb teljesítménnyel, majd utána teljes erővel, viszont nagyobb sebességgel keresztül vágva lehet elérni, hogy a túloldal ne égjen meg. És itt bizony aranyat ér a borítás, mert vágni lehetett volna a szobában a füstöt. Mellesleg megint panaszkodik a lencsére. El is készült az első elem. És hogy a jó anyját már megint? A vágás elfogadható lett, legalábbis a belső részeknél. Mert az oldalait nem vitte át, de kicsit körbe vagdosva már ki tudtam szedni, csak itt látszik, hogy nem ugyanolyan vágott a felület, mely ahol sikerült, ott egyébként gyönyörű korommentes. Az alapanyag egyébként praktikeres táblásított fenyő, melyből hosszas válogatás után is csak elfogadható táblákat találtam, ami viszonylag csomómentes, hiszen a csomót nehezen viszi a lézer. De ezek teríték képzése eléggé változatos, és még a sugármetszésű darabokon könnyedén áthatol, a húrmetszésűeket nehezebben viszi. Így elég nehéz egységes paramétert beállítani, nem beszélve a ragasztós részekről. Így hiába szerettem volna, nem lettek tökéletesek a kivágott alkatrészek, de ebből is tanultam, hogy lézervágva a fa nem mindegy, hogy milyen irányból fa. És érdemes mellőzni a táblásított anyagot, ha csak nem mi táblásítottuk válogatott anyagból. A vágás során a túloldal kormolódását akartam elkerülni, így arra mentem, hogy éppen hogy átvigye az anyagot, ami rossz döntés volt. Mert a kormalódás könnyedén lecsiszolható. Viszont ezek a késsel vágott részek gázégővel kicsit megperzselhetőek, így majdnem olyan lesz, mint a többi része. De ami a végeredményt illeti, azért nem lett olyan borzasztó, és összeállítható is, tehát végre valami funkcionális dolog készülhetett a gravírozóval. Bizonyítva az elméletem, vágtam még jó néhányat, és amikor csak egy anyagra esett a vágás, sikeres lett. Amint változatos összetételű volt, jöttek a gondok. Emellett arra is rájöttem, hogy az állandó lencsepiszkosság oka a füst volt. A rácson nem tud eléggé elillanni, viszont amikor elemeltem a rácsról, megszűnt a probléma. Kár, hogy addigra már kész volt a sámli.
Mellesleg kipróbáltam dupla anyagon is, azaz 36 mm-nyi fenyőt. Amin ugyan átkínlódta magát, de nem hagytam annyiban, három rétegen is kipróbáltam, viszont erre már nem való. Leginkább csak anyagégetésnek nevezhető a művelet. Megnéztem, mire megy XPS-sel. A baloldali lyuk lassú vágás volt, de nagy sebességgel átviszi, a végeredmény pedig egy érdekes kukacka. Precíz módban természetesen számos anyag gravírozható vele, mint például bőr. És igen, egy picit erősre van állítva a lézerkeretezéskor. Réteget lemezre készítettem egy logót, melynél nincsenek árnyalatok, csak a fekete és a fehér. És ezt szépen el is készítette. Acélra ezzel is lehet színesben gravírozni, akár csak a 22 wattos modellel, de inkább a feketét próbáltam ki, mely a gyártó értékeivel lényegében alig látszik. Kicsit feljebb tekerve már valamennyivel jobb, de max teljesítményen, szépen lassan, már tökéletes a végeredmény. És egy egészen kicsi tudor látszik a másik oldalon is, ami nem is csoda, hiszen a gyártó szerint ez már vágja az acéllemezt is. Igaz, mindössze 0,2 mm-ig egyfordulóban, ez a lemez pedig 0,5-ös, de hátha. Egy körben nem vitte át, de eléggé jelentős nyomot hagyott, némi rozsdával, de lecsiszolva egy határozottan felületbe mélyülő végeredményt kaptam. De csak nem hagyott nyugodni a dolog, több körben megpróbáltam, minden kör után lecsiszoltam a rozsdát, és négy kör után már megtörtént az áttörés, de kellett még egy ötödik kör is, hogy kipatintható legyen a darabka. Persze ez nem jelenti azt, hogy erre való ez a gép, de akkor is fél millimétert acélban. Azért az már nem rossz. Kipróbáltam nyáklapon is, de nem értem el vele semmi jelentőset. Ha vágja, akkor ronda marad a széle, ha meg nem vágja, akkor meg nem történik semmi. Csak a hő hatására felválik a réz alapról. De lefesteni, majd legravírozni a festéket maratás előtt ezzel is lehet. A gyártó elképesztő 25 000 mm per perces sebességet ígér, ami egy ordas nagy kamu. Jelenleg ez a kép 21 000-rel készül, de ez messze nem annyi, inkább valahol 6 és 7 000 tájéka lehet. De természetesen nagyobb sebességbeállításnál leszabályozza a lézert, így a végeredmény olyan, csak a munkaidő hosszabb. És mellesleg dollár-dollárral lekérve a beállításokat, valóban 25 000 szerepel benne, és 8 000 Y irányban, de ez akkor sem annyi. Maradt még egy eszköz, a Rotary Tool, mert hengeres tárgyakat gravírozni is menő dolog. Ez a csomag egy használati utasítást, némi eszközt és a forgóállványt tartalmazza. Az összeszereléshez mindössze kihúzzuk az Y motor vezetékét, és csatlakoztatjuk az eszköz kábelét. Viszont magasságügyi gondok azok vannak. Lábakat pedig nem adtak hozzá. De szerencsére a másik Falcon 2-es lábai ehhez is jók. Így már használható. Kezdem is egy karton hengerrel. Kapunk még a csomagban egy vonalzót, félmilis osztással, ezzel tudjuk megmérni a tárgyunkat és megadni az adatokat Lightburn-ben, mivel ennek használatához sajnos nem elég a lézer GRBL. Ami a képességeit illeti, eléggé korlátozottak a befogható tárgy méretei, és a pofák is sokat takarnak a munkadarabból. De teszi a dolgát és gravíroz. Majd végül lesz egy végeredmény, ami nem pont az elvárt, mert például tükrözve is van, és picit el is nyújtotta a képet. Pedig én tényleg mindent a kiskönyv szerint csináltam. Kipróbáltam a vágást is ilyen módban, de olyan, mintha Y irányban nem vágna. Legalábbis a hátoldal ezt sugallja. Jöhet az üveg, melyet lefestettem fekete alapfestékkel, és gond nélkül gravíroztam. Vágni nem próbáltam vele az üveget, de véleményem szerint nem lenne rá képes, vagy csak a nagy hő miatt inkább elpattanna valamilyen irányban. A végeredmény igaz, hogy fejjel lefelé van, de mondjuk rá, hogy így is akartam. Látszik a gravírozás, de letisztítva a festéket, már is olyan a végeredmény, amilyennek lennie kell. És ezek után véleményeznem kéne a gépet. Prémium gép ez is, akárcsak korábbi társa, főleg az árát tekintve, és nagyszerű, hogy végre két teljesítmény közül is választhatunk a modulon, hiszen nem mindenhez jó minden teljesítmény. A gond csak az, hogy képek gravírozásához sokszor még a 20 watt is sok. Így szerintem még pár opció azért kerülhetett volna rá, mondjuk 5 wattonkénti állítással, de talán majd a Falcon 3-as szériánál. Az, hogy átvágja akár a colos deszkát is, nagyszerű, de valahogy kevésbé hasznos dolog szerintem, mivel ezzel maximum sablont vág az ember vékonyabb anyagból, amit aztán felső maróval használ. Persze biztosan megvan az a felhasználói kör, aki erre vágyik, de valahogy részemről sokkal hasznosabb, hogy tökéletes pontossággal vág réteg átlemezt, tiszta, füstmentes élekkel,
kisebb teljesítménybeállítással, ami hosszabb élettartamot eredményez. Véleményem szerint egy ilyen árkategóriájú gépnél legalább valami kis apró kijelző azért már alap lenne, mivel rettentő macera a kártyáról nyomtatás. Mely esetén egyébként X irányban csak 380 mm gravírozására képes, mert valami okból kifolyólag plusz 15-20 mm-rel nagyobbat keretez X irányban, mint amekkorát utána gravírozni fog. Ami a tartozékokat illeti, a vágóasztal szerintem alap és adni kéne a gravírozókhoz, csak lábakat kellene hozzá készíteni, hogy jobban elvezesse a füstöt. A burkolat kimondottan hasznos, de kicsit macera a használata, mert korlátozza a hozzáférést és a munkaterületet, vagyis a munkaterület körüli kilógást, valamint a gép ki- és bepakolását, értem ezt úgy, hogy nem egy zsanéros ajtó van rajta, hanem egy cívzáros műanyag darab. És igazából ezzel sem lesz a vágás egy szobában teljesen szagmentes, de azért elviselhető szintre csökkenti. A forgóeszközből nem tudom, hogy miért ezt kaptam, jelenleg nem is látok ilyet a webshopjukban, csak azt a másik típust, amit nemrég MHV Tominál láthattatok. De igazából nem is feltétlen ajánlanám, mert eléggé korlátozott a használhatósága. Például az volt a terv, hogy egy sodrófát fogok gravírozni vele, de egyszerűen nem tudtam belefogadni, viszont poharakhoz, termoszokhoz és hasonlókhoz kiváló választás lenne, ha lenne. Így hát azt kell mondanom erről a gravírozóról, hogy jó. Mert alapvetően tényleg jó, csak nem tudom, hogy mivel használható többre ez a 40 wattos, mint a kisebbik 22 wattos cimborája. Mert oké, hogy ezzel lehet készíteni ilyen kis széket, ami végre egy kézzelfogható háromdimenziós használati tárgy, de ezen kívül, főleg tudva azt, hogy a Falcon 2-es 40 wattos modullal szerelve, nagyjából dupla annyiba kerül, mint 22 wattos modullal szerelve, szerintem annyival több mindenre nem tudjuk használni. Úgyhogy ha választani kéne a két gép közül, akkor én inkább a kisebbik tesóra szavaznék. Amiről, ha még nem láttátok a videómat, akkor ide a sarokba kattintva megnézhetitek. Erről a 40 wattosról találtok egy linket a leírásban. Én viszont most megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és a legközelebbi alkalomig. Sziasztok!